Jó napot, de nem utolsó sorban, boldog kamionos új évet kívánunk mindenkinek, aki ebben az esztendőben is követi majd a Truck Race, vagyis kamionos Európa-bajnokság versenyeit. A következő fél órában a 2013-as Európa-bajnoki szezon beharangozóját átadják majd, melynek első felében kitekintünk arra, hogy mi történt és hány futamgyőzelmet szerzett az Oxo Racing az előző évben, hiszen szerencsére itt most már e tekintetben is többes számról beszélhetünk. És aztán a második negyed órában lesz szó az idei év újdonságairól. Annyit elárulhatok, hogy 2013-ban 10 helyszínen két magyar pilótával képviselteti majd magát az Oxo Racing csapata, és talán mondhatjuk, hogy dobogós reményekkel, ami az összetettet illeti, hiszen tavaly már 5 futamgyőzelem összejött. Ezt az 5-öt rövidesen megmutatjuk majd önöknek részletesebben is. Ezek az elmúlt év helyszíneinek képei, itt éppen az oroszországi Smolensk, ahol csak úgy, mint a Nürburgringen a csapat nem tud szerepelni, viszont ezt követően a csehországi Moszkvában 4 pontszerzőhely jött össze, de még nem volt az igazi, a megújuló kamion, és aztán jött Belgium Zolder, és egy első futamos negyedik helyet, erről később biztos, hogy fogunk még beszélni. A lényeg az, hogy a kamionos Európa-bajnokság minden egyes verseny hétvégén szombaton 2 és vasárnap 2 verseny van, az elsők érnek többet, és a Zolderi első futamos negyedik hely jelentett tehát egy komoly előrelépést, és aztán a szezon utolsó előtti, majd utolsó futama Harama és Le Mans volt, mindkettőnél 2 győzelem, a szombati és a vasárnapi második versenyt is be tudta húzni kis Norbert, úgyhogy itt már az év végén igenis jelezte a technika és jelezte a csapat, hogy képes lehet majd többre is. Összesen 5 alkalommal végzett az élen kis Norbert és az Oxo Racing az előző szezonban. Eleve meglehetősen későn készült el a kamion. Az első pontok a harmadik futamon jöttek a 11-ből, Haramában, Spanyolországban. Ott egy 8. hely sikeredett, de aztán a pole pozícióból, a fordított rajtsorrendből történő indítást követően nem jött már az eredmény. A negyediken Nogaróban egy 7. hely, és aztán jött az 5., méghozzá az angliai Doningtonból, ahol is az első, a második és a harmadik futamon pontot szerzett kis Norbert, a negyediken pedig érkezett az év első futamgyőzelme. Idézzük fel gyorsan, hogy mit szólt mindehhez kis Norbert. Harama óta tudtunk javulni egy csomót, és főleg technikai részen, hogy egyrészt a megbízhatóság nagyon sokat javult, és most már célba érünk minden versenyen, szinte remélem mondhatom ezt, és sebességben is tudtunk javulni egy csomót, ami jó, és most már nagyon közel értünk a top 5-6-hoz, hát inkább a 7-8-hoz. Itt már nagyon-nagyon kicsik az időkülönbségek, de hogy így a fordított rajtásból, hogyha az ember el tud jönni tisztán, és nincs gond, és jól működik minden, akkor elő lehet maradni. Doningtonban tehát szólt a magyar himnusz, aztán elég sokat kellett várni az újabbra, hiszen a Doningtoni az 5. futam volt, majd jött Harama, ahol 2 győzelem is sikerült, tehát a 4 Európa-bajnoki futamból 2 alkalommal a magyar kamion végzett az első helyen. Mind a 2 a napi második verseny volt, az első alkalommal a 8. pozícióból, ugye a fordított rajtsorrendnek köszönhetően indult pole pozícióból kis Norbert és nyert. A második napon, vasárnap pedig a 7. helyről indulva jött be az első helyen. Összességében ez a 8., 7. és 2 első pozíció 27 pontot jelentett, ami rekord az Oxo Racing csapatának számára. Itt Johan Hahn, a zöld-fehér kamionnal, később beszélünk majd erről, de talán nem árulok el nagy titkot, hogyha megemlítem, hogy az Európa-bajnok kamion kerül majd a képen látható kis Norbert alá a 2013-as esztendőben. Itt pedig a haramai első győzelem leintése. A Renault-val versenyző Adam Lackót és a későbbi Európa-bajnokot, az MAN-es Johan Hahn sikerült maga mögé utasítania kis Norbertnek. Ja, 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 ja.
nagyon-nagyon szoros volt, így a verseny felett egy kicsit elkezdtem lassulni, mert egy kicsit a gumik kezdtek oda lenni, de próbáltam védeni a pozíciómat, és Adam mögöttem nagyon-nagyon fair volt, és hát ugyan néhányszor közel volt, és tudott támadni, volt, mikor hozzám is ér, de mindig olyan kanyarvétel technikával, aminek az a vége, hogy a kigyorsítás nem jó, és hogy mindig a kigyorsításkor lemaradt, és így elül tudtam maradni, és nem tudott tiszta előzési manővert próbálni rajtam, úgyhogy így végül is ki tudtam védekezni. Ez volt tehát a Haramai első nap végén adott interjúja kis Norbertnek, és aztán jött a második, a vasárnapi nap, ahol először egy hetedik pozíció, ebből következően egy második rajthely, és egy újabb győzelem. Ezúttal is Adam Lackó végzett mögötte, a harmadik Antonio Albacete lett, és itt kezdett az világossá válni, hogy amennyiben előről tud indulni az Oxo Racing MAN-je, akkor képes maga mögött tartani a mezőny leggyorsabb és Norbinásokkal tapasztaltabb pilótáit. Adva volt tehát már ekkor a fejlődési irány, hogy az első versenyeken jó időmérők után is valahogyan fel kellene venni a versenyt Johan Hánékkal. Ezek a haramai duplázás utáni pillanatok. Nagyon jól sikerült a hétvége, nagyon örülök. A szombaton este is a srácok sokat dolgoztak az autón, úgyhogy köszönöm nekik ezúton is a munkát, és hát tudtunk fejlődni megint, és még mindig van egy csomó minden, amit meg fogunk tudni csinálni, majd is még fogunk tudni fejlődni, de most, amit itt a helyszínen meg tudtunk csinálni, azzal is sokat léptünk előre, és már az időmérőedzésen is jól tudtunk menni. Hetedikek lettünk, és nagyon közel voltunk előttünk a Renault-hoz, aztán az első versenyen is végig jól tudtunk menni, és végig ott voltam a Renault mögött. A verseny vége felé volt egy kis problémánk a futóművel, és amelyet lelassultunk. Úgyhogy ott elment egy hely, de nem volt baj, mert a második verseny így a második helyről tudtam rajtolni. És az jó volt, nagyon jól sikerült a rajt, rögtön le tudtam rajtolni a Mikát, és már itt az első kanyarba elsőként tudtam fordulni. És onnantól kezdve próbáltam a saját tempómat diktálni, és előre figyelni. Úgyhogy sikerült egy kis előnyt kialakítani. Aztán a verseny vége felé az egyik plusú, így az autó egy kicsit elkezdett lejönni, és leért az aszfaltra, úgyhogy ilyen 5 méteres szikrát húztam magam után. És így a hangja elég ijesztő volt, de mentünk tovább, úgyhogy nem volt gond. Az utolsó két kört ki lehetett bírni így is, úgyhogy nagyon örülök, és nagyon köszönöm mindenkinek, srácoknak. Az Oxo Racing történetének első duplázását követően pedig még hátra volt a 2012-es Európa-bajnoki szezon utolsó helyszíne. Ez pedig a franciaországi 24 órás autóversenyekről is ismert Le Mans-i pályán volt. Ahol az ezt megelőző esztendőben, tehát 2011-ben és akkor is az ugyancsak záró versenyen már jó eredményeket és komoly sikereket ért el az Oxo Racing, hiszen kis Norbert, aki akkor még hát szokta csak a kamionversenyzést, egy második és egy harmadik helyet is haza tudott hozni. Itt azonban egy évvel később, 2012 zárásaként ezt is felülmúlta, hiszen ugyanúgy, mint egyel korábban Haramában, itt is kétszer tudott nyerni, és a koreográfia mindkétszer ugyanaz volt. 8. hely az első versenyen, ebből következően pole pozíció a másodikra, ott pedig gyakorlatilag a győzelem simának volt már mondható. Itt éppen Anthony Janiak a Renault-val üldözi őt, de utolérni nem tudja. Ez volt a 4. az évben, mikor kis Norbert nyert. És a 4. után még hátra volt egy lehetőség, és már itt már lehet látni, hogy azért egy picit a műanyagoktól megszabadított kamionba kellett jönni, ráadásul igencsak csúszós, nedves talajon a kamionnak. De kis Norbertet ez nem zavarta, és az 5. győzelmét szerezte meg. Egyszer, mint az ő győzelmével ért véget a kamionos Európa-bajnokság
2012-es szezonja. Ezúttal is Anthony Janiek volt az első számú üldöző, de mint lehet látni, tisztes távolból volt csak képes Kis Norbertet követni, aki Janiek és Lackó előtt ebben a pillanatban nyerte meg az évben az ötödik, Le Mans-ban pedig a második elsőséget. A tavalyi év végén végül is Kis Norbert 98 Európa-bajnoki pontot szerezve tizedik lett. Az Európa-bajnok Johan Hahn, a második Albacete, a harmadik pedig Adam Lackó. Hogy még első versenyet nyerjünk, ahhoz még sokat kell dolgozni. De így is nagyon sokat dolgoztunk, főleg Smolensk után, amikor ugye volt a balesetünk. Úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm a fiúknak és a csapatnak, hogy megjavítottuk az autót, és hogy egy csomót fejlesztettünk rajta, és onnantól kezdve sokkal gyorsabbak lettünk. És most már be tudunk jönni 5.-6. helyekre az első versenyen, talán még egy kicsit előrébb is, hogyha van egy kis eső esetleg. De hát aztán mindig valahogy úgy jön ki, hogy a tegnap egy átletes és büntetést kaptam, vagy egy másik büntetés egy balesetére, ami miatt ugye a 8. helyről tudtam rajtolni, és hát ezzel a tempóval pedig már meg lehet nyerni a második versenyeket viszonylag simán, úgyhogy nagyon örülök az eredményeknek, és köszönöm szépen a csapatnak. Most tartunk egy rövid szünetet, utána szó lesz az új kamionról, az új pilótáról és mindenről, ami 2013-ra vonatkozik. Folytatjuk tovább a kamionos Európa-bajnokság idei előzetesét, a beharangozó műsorban pedig akkor rögzítjük az erre az évre vonatkozó legfontosabb újdonságokat. Március 12-én tartotta évnyitó sajtótájékoztatóját az Oxo Racing, két igazán fontos bejelentés volt, az egyik, hogy a 16 esztendős Major Benedek személyében újoncot avat a csapat, és tulajdonképpen a komplet Európa-bajnokság. Soha korábban kamionversenyzésben ilyen fiatal ember nem próbálkozott még, úgyhogy júniusban lesz majd 17 esztendős. Rendes közúti jogsia nincs, nem is lehet még Major Beninek, de a kamionversenyzésbe immáron belekóstolhat. 8 éves kora óta egyébként autóversenyző Major Benedek, gokárttal kezdett, aztán a Suzuki kupa követte ezt, majd a Lotus kupa és különböző endurance futamok, ebben az évben pedig bemutatkozhat tehát a kamionos Európa-bajnokságon is. Róla később mindenképpen beszélünk, majd a képen azonban a 2013-as esztendőben majd 10-es rajtszámon induló Kis Norbert, ugye 10. lett az előző szezonban, ennek megfelelően a 10-es szám az övé, és ami a másik nagy bejelentés volt, és ez már igazán Kis Norberthez kapcsolódik, az, hogy az a kamion, amit igaz kicsit más színekkel, más köpenybe öltöztetve, de itt látunk, ez nem más, mint a tavalyi Európa-bajnok kamion. Johan Hahn technikáját örökölte meg tulajdonképpen, és ezt szabják majd Kis Norbira a következő hetekben, illetve tették ezt már az elmúlt hónapokban az Oxo Racing szerelői. Ez egy MAN A-motoros kamion, vagyis eleve tulajdonképpen sokkal előrébről indulhatnak majd, mint az elmúlt esztendőben. Az előző, a saját fejlesztésű kamion kerül majd Major Benedek alá. Nyilván azt is fejlesztik, sőt, ami nagyon fontos, hogy mivel két kamion lesz folyamatosan pályán, ezért sokkal gyorsabban, hatékonyabban haladnak majd a fejlesztések, hiszen itt is, ott is ki lehet próbálni a két pilótával a különböző beállításokat. Ezeket a képeket egyébként április közepén Nogaróban rögzítették, az Oxo Racing életében már ez is nagy pillanat volt, hogy a korábbi, hát igencsak kinkeserves tesztidőszak, vagy inkább nem tesztidőszak után itt most a szokásos szezon előtti gyári teszten részt vehetett az MAN jóvoltából a két magyar pilóta is. Major Benedek először vezethette a kamiont versenypályán, Kis Norbert pedig felmérhette, hogy hol tartanak a többiek, hiszen az élet nyilván a többi istállóban sem állt meg, és ott is komoly fejlesztések voltak. Összességében egészen jól sikerült a nagarai teszt a csapat számára. Kis Norbi az első napon több mint 5 tizeddel volt gyorsabb mindenki másnál, rajta kívül 14 MAN pilóta volt még a pályán, köztük a tavalyi Európa-bajnok Johan Hahn.
Major Benedek pedig az első napon 4,5 másodpercet tudott fejlődni, és aztán a folytatásban is további másodpercek jöttek még a konyhára. Tehát tulajdonképpen Major Beni nem egészen 17 évesen már a középmezőnyi küzdötte fel magát az időkkel. Kis Norbert pedig tartós teszteket is tudott végezni a kamionnal, tehát nagyon sok mindent tudtak ellenőrizni a korábbi elképzelések kapcsán. És ebben a változékony időjárás még csak segítette a csapatokat, hiszen volt 25 fok napsütés, 14 fok eső, úgyhogy tényleg minden körülmények között tudták a kamionokat kipróbálni. Műszaki hiba nem volt, egyben visszahozták a kamiont, mind Kis Norbert, mind pedig Major Benedek, úgyhogy a teszt adatok kiértékelése után lehet folytatni az átépítéseket, a fejlesztéseket. Csekkolja mindent a felvezetőkönöm, mindent. Fél jó helyen álljon, a féknyomások rendben legyenek, jó irányos legyen a fékhő, mikor beérkezel a célegyenesbe, és akkor mehet 2-3 gyors kör egymás után, jó? És ne spirálsz túl, tudod, hanem inkább érezd úgy, hogy picit lassabbak a back, és ideális a ki. Jó, a gumival meg fogod tudni csinálni, jól fog fordulni, és a gázos lábaddal meg ügyesen. Jó? Úgyhogy adj egy pasit, és akkor faszát nyomjuk meg, jó? Cső! Ezekkel a szavakkal eresztette útjára Jobbágy Ákos csapatfőnök az ifjú Major Benedeket, és hát valóban a számára első körben az volt a fontos, hogy a technikával meg tudjon ismerkedni. Egyébként a dolgok ugyanúgy, mint az időjárás, jól alakultak, hiszen tulajdonképpen olyan forgalomban autózott néha, na nem pont itt most ezeken a képeken Major Benedek, hogy ami a kamionversenyek másik nagy rákfené, hogy az ember ilyen 5,5 tonnás járművek között hogyan tud egyáltalán elevickélni, hol érdemes keménykedni és hol érdemes engedni okosabbként. Szóval a nagy forgalom közepette ezt is azonnal tesztelni tudta Major Benedek. Kis Norbert egyébként az abszolút második helyen zárta a tesztet az első nap. Nagyon komoly időket produkált. Tehát az első számú pilóta már is bejelentkezett azért, amit egyébként ő maga is kimondott, tehát ez nem csak a mi várakozásunk, hogy a bajnoki címért szálljon majd harcba, Major Benedeknek pedig tovább lehet majd szokni a kamionversenyzést. Optimalizálták a súlyelosztást, közelítenek a cél szerint minél jobban az előírt súlyminimumhoz. Nagyobb tolatókamerát kapnak az Oxo Racing-es MAN-nek, hogy esetleg leverik a tükröt, akkor is lássák, hogy mi a helyzet mögöttük, milyen a forgalom. A fék futómű kormányzás azonban nagyszerűen szerepelt a teszten, úgyhogy ezen az egyébként rendkívül fontos rendszeren nem is nagyon kellett átalakításokat végezni, vagy ezekben gondolkodni, maradtak a karbantartások. Sok mindegy egyébként nem is akartak elárulni az új fejlesztésekről, hiszen bolondok lettek volna az Oxo Racingnél esetleg beavatni az ellenfeleket, de azt elmondták, hogy új a kormánygép, újak a lengéscsillapítók, tökéletesítették az alvázat, kicserélték a vízhűtést a fékeknél, új fülkét is kapott a kamion, a tetővel és a padlólemezzel is folyamatosan gondjuk volt a versenybíráknak, tehát most már nem köthetnek bele legalábbis ezen a fronton a magyar csapatba. Éppen a Smolenski Kis Norbi féle baleset miatt minden kamionon, így persze az Oxo Racing és MAN-eken is a vezető oldali lábrészt meg kellett erősíteni. Ezt is megtették, úgyhogy részint az előírások, részint az új tervek, az új ötletek mentén Nogaróban ellenőrizhették a kamion idei fejlesztéseit. Még egy újdonság 2013 kapcsán, hogy két új pálya is bekerült a versenynaptárba. Az egyik igencsak távoli, Magyarországtól 2000 kilométerre lévő Navarrai, Spanyolországban. Viszont van egy közelebbi, amely mostantól a legközelebbi pálya lesz, úgyhogy most után vagy most mellett az ausztriai A1 ringet tekinthetjük majd hazai terepnek, hiszen Budapesttől mindössze 400 kilométerre van. Július 6-a, 7-e az a hétvége, amikorra majd a legtöbb magyar szurkolót várják. Ezeket a pályákat Kis Norbi egyébként úgy, ahogy ismeri is. A Nürburgring, Misano és Törökország az ismeretlen számára az éves naptárban. Autó jó, nagyon jól működik. Nagyon elégedettek vagyunk vele, az egész csapat nagyon elégedett vele.
Próbáltuk rövid távon. Azt gondolom, hogy még talán az időmérős tempón kell majd fejlesztünk, illetve arra kell kitaláljuk majd a jó időmérős gumigyomást, beállításokat, stb., hogy az időmérős tempónk fejlődhessen. Versenyetap tesztem pedig nagyon jó volt, azt gondolom, hogy nagyon stabil köröket tudtam menni, és végig jó versenyképes köröket tudtam menni. Úgyhogy elégedett vagyok vele, tényleg nagyon jó volt, nagyon szuper a gép. Nagyon jó volt, hogy tudtunk 3 napot menni, és itt voltunk, és nagyon sok adatot gyűjtöttünk, nagyon jó, hogy itt van a Beni, és két autóval megyünk, hiszen két autóval tudtunk adatot gyűjteni és próbálgatni, és fejleszgetni különböző dolgokat, kipróbáltunk egy pár új alkatrészt, és azok is működnek, még további tesztelésre szorulnak, úgyhogy haladunk előre felé, szerintem az időeredmények is jók voltak, én legalábbis elégedett vagyok vele, hiszen ott vagyunk az érmelő környékén. Úgyhogy mindenképpen szoros csatára számítok Mizánóban. És hát gyorsan tegyük hozzá azt is, hogy nem csak a fejlesztések miatt fontos, hogy Major Benedek is ott van a csapatnál, hanem majd verseny közben ez egy újdonság lesz, hogy a csapattársak akár segíthetik egymást. Nagyon örülök neki, hogy tudtunk tesztelni több napot is. Sikerült fokozatosan felépítenünk, az egész tesztet, mert sikerült fokozatosan javulni, tehát nagyon sok mindent ki tudtunk próbálni, és nagyon örülök neki, hogy egyre jobban tudom lefaragni a hátrányomat, illetve így a vége felé már kezdtem elég jól ráérezni az autóra, hogy hogyan is mozog, kezdtem összehangolni vele, aminek nagyon örültem, mert hisz nem vezettem még olyan sokat ezt az autót. A Norbi nagyon sokat tudott nekem segíteni, és ezt köszönöm is szépen neki. A lókolások terén is mindig kielemeztük, elmondta a véleményét, hogy mit, hol, hogyan, kicsit másképpen, hogyan kéne csinálni. Igyekeztem ezeket megvalósítani a pályán, illetve más tanácsokat is adott, amikor beszéltünk egy-egy adott kanyarról és a felfogásáról, és hogyan csináljuk meg. És nagyon sokat segített abban, hogy minél jobban össze tudjak hangolni az autóval. Benedek esetében nagyon fontos szempont, hogy az ő versenyzéséhez kell a szülői hozzájárulás. Ez nem csak, hogy megvan, de az apuka néha tanítja, néha támogatja, vagy ha kell, csak bíztatja. A legnagyobb kihívás az volt az első nap, hogy kimenjek a pitfalhoz, és amikor kim van a pályán, akkor nézzem végig, hogy ott mit csinál. Én féltem, de nem attól, hogy összetöri magát, tehát nem az a stressz van, hogy ezt most mi történhet vele, megsérülhet, stb. Nem, inkább az attól féltem, hogy azért stresszelek, hogy azt, amit ő szeretne csinálni, azt sikeresen csinálja, és az sikerüljön neki, örömöt leljen benne, meg élvezze azt, amit csinál. Összességében tehát az Oxo Racing számára immáron két kamionos, két versenyzős felállásban nagyon jól sikerült a nogarói teszt. Kis Norbertnek egy első és két második hely jött össze, Major Benedek pedig folyamatosan javult, és a végére stabilan a középmezőnyben tudott autózni. Az Európa-bajnokság egyébként 21 pilótával és 8 csapattal indul majd, a 8-ban ott van a magyar egység is, ezúttal két női versenyzőt is tartalmaz a hivatalos nevezési lista. A 10 helyszínes EB első állomásáról Mizánóból majd a Sport 1-en csütörtökön 18 óra 15 perces kezdettel láthatnak összefoglalót. Most viszontlátásra!